Sziasztok! Most is a blokkoldásról lesz szó, és ezzel kapcsolatban szeretnék veletek beszélgetni, és méghozzá most arról, hogy ezek a blokkok hogyan jelennek meg, és milyenek. Tehát olyankor jelennek meg ezek a blokkok, vagy akkor tapasztalhatjuk, hogyha mondjuk fáradtak és álmosak vagyunk, mondjuk valamivel kapcsolatban korlátozottnak érezzük magunkat, esetleg valamilyen negatív és önpusztító gondolatok jelennek meg, nem vagyunk mondjuk motiváltak, nincs lelkesedésünk, nincsenek céljaink, fejfájás vagy szédülés esetén is, ugye, néha nem minden esetben, de egyébként a blokkok ilyenekkel is kapcsolatban vannak, tehát immunproblémákkal, stressz és szorongással, alvás problémákkal is, étkezési zavarokként megjelenhetnek allergiákkal, szenvedélybetegségek esetén is kialakulhatnak ugye blokkok, már-már alapvetően avval is kapcsolatban van, a depresszió is és a krónikus fáradtságban is megnyilvánulhat ugye, és tehát ilyenkor, amikor blokkoltak vagyunk, úgy érzük, hogy nincsen elég energiánk, és vagy állandóan éhesek vagyunk, nem tudunk mondjuk egy döntést meghozni, a libidónk mondjuk gyenge, de emésztéssel kapcsolatos problémák is lehetnek, akár székrekedés, és még megjelenhet úgy is, hogy megismétlődnek bizonyos minták az életünkben, amik nyilván negatívak, és kapcsolati problémáink vannak, pénzügyi problémák. Ugye ezek mind összefüggnek, de ugye több rétű dologként megmutatkozhat az életünkbe. Ezek gyakran ugye a blokkok jelei, amelyeket okozhatja ugye a stressz, a félelem, a negatív gondolkodás, és végül nyilván megnyilvánulhat valamilyen betegségben is. Ha jól vagyunk, a blokkoltság ugye nincsen jelen, akkor olyanokat észlelhetünk magunkon, hogy jól érezzük magunkat, jólétben vagyunk, bőségben, harmonikusak vagyunk, nyugodtak, kiegyensúlyozottak, és egynek érezzük magukat, ugye az univerzummal ilyenkor föl van töltve az ember életenergiával, lelkesedéssel, és minden szinkronban van az életcélunkkal, biztosak vagyunk a döntéseinkben, nagyon kreatív vagy inspirált hangulatban vagyunk, egyensúlyozottnak érezzük magunkat, derűsnek, szóval ez a derű állapota is egy ilyen pozitív dolog, nem annyira terhelt lélekállapot, sőt, pontosan az ellentétje, tehát a harmonikus életnek a végállapota a derű, tehát derűt érzünk igazából. És itt ilyenkor pozitív és önszerető gondolataink vannak, tehát nem destruktívak, hanem konstruktívak, és erős intuíciónk van mondjuk, együttérzőek és empatikusak vagyunk, egészségesek vagyunk természetesen fizikailag is. Az első kérdés, amit felszeretünk tenni ezzel kapcsolatban, hogy milyenek azok a blokkok, és hogyan kapunk mondjuk ilyen blokkokat, és hogyan azonosíthatjuk be, hogyan keletkeznek ezek a blokkok. A félelmek is okozhatnak egyébként blokkot. A régi minták és hiedelmek, rendszerek ilyen rejtett blokkokat hozhatnak létre. Sokan úgy gondolják, hogy ezek jöhetnek akár előző életből is. A tudatosság hiánya révén nyilván az alacsonyabb rezgéseknek is szokták ezt mondani, de ezt az alacsony rezgés nyilván itt egy hasonlat arra, hogy szomorúak vagyunk, tele vagyunk haraggal, félelemmel, és ezek mind képesek blokkot okozni, hogyha ezek hosszabb ideig elhúzódnak. Még akkor is keletkezhet igazából blokk, amikor a test ugye megtapasztal valamilyen fájdalmat, valamilyen rossz dolgot, és ezzel kapcsolatban például nincs érzéstelenítés a műtét alkalmával, valamilyen baleset van, de még szexuális dolgok is okozhatnak egyébként rosszul megélt helyzetek, rossz, kínos dolgok is okozhatnak ugye blokkot.
és a saját függőségeink táplálása is, még a kifogások is, hosszú stressz vagy tartós elszigetelődés is, és nyilván itt vannak szélsőséges dolgok is, tehát különböző traumák, amik blokként jelennek meg, önmagunk leértékelése is gyengíti egyébként ezeket a gyengít minket, tehát például az is, hogyha nem húzzuk meg a határokat, és azaz emberek mondjuk valahogy visszaélnek így, egészségtelen helyzetek alakulnak ki emiatt. Tehát ezek a traumás emlékek nem támogatják alapvetően a fejlődésünket. A negatív gondolkodás, ugye előzőleg volt erről már szó, amik ma nyilván negatív szokássá válnak, frusztrációkká alakulnak, és úgy érezhetjük magunkat, hogy teljesen elgyengültünk. Ezek a negatív dolgok nem jól működnek bennünk. Mikor negatívan beszélünk, gondolkodunk, főleg magunkról, akkor szabotáljuk ugye a céljainkat. Mélyen belül sokszor azt érezzük, hogy van valami, ami blokkolja ugye a haladásunkat, de nem tudjuk, hogy miért. Az érzelmek trükkös dolgok nem egyszerű annyira megérteni, de azért könnyebb, mint gondolnánk. De itt a negativitás nagyon fontos, mert hogyha negatívan gondolkodunk ugye magunkról, akkor mi is rosszul fogjuk magunkat érezni, tehát hogyha negatív gondolataink vannak, negatív helyzetekben leszünk. Amire összpontosítunk, azt teremtjük meg. A hozzáállásunk olyan embereket is fog nyilván bevonzani, bár lehetetlennek tűnik, de irányíthatjuk azért az érzelmeinket, amit elkezdhetünk ugye a gondolatainkkal kiválasztani, gondolataink kiválasztásával uralni. Egyszerűen csak úgy, hogy elengedjük mondjuk a negatív dolgokat, a gondolatokat, és helyettesítjük azokat pozitív gondolatokkal, megerősítésekkel, affirmációkkal. Most ennyi lett volna ez a videó. Örültem, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha szeretnétek értesülni, és nyugodtan kommenteljetek saját tapasztalatokat ezzel a témával kapcsolatban. Sziasztok!